Az ügyészség indítványa szerint a férfi és szomszédja között régóta haragos viszony állt fent. A sértett férfi 2024. április 8-án a délelőtti órákban levágta a gyanúsított háza előtt az utcán egy eperfa néhány ágát, mivel azok zavarták a személygépkocsival történő közlekedésben. Az idős férfi ezt észlelve ugyanezen a napon a kora esti órákban a szomszéd ház előtti útszakaszon egy 50 cm nyílhosszúságú és 12,5 cm élhosszúságú baltával levágott ugyanannyi gajat egy megyfáról, mint amennyit a sértett a gyanúsított ház előtti eperfáról. Miközben a sértett észlelte ezt, kiment az utcára és felszorította a gyanúsítottat, hogy a cselekményével azonnal hagyjon fel, azonban az idős férfi ekkor azzal a kijelentéssel, hogy majd agyonütlekén két kézzel a feje fölé emelte a baltát, majd azzal a másik férfi feje irányába ütött, azonban a sértett a támadást, karját maga elé emelve ki tudta védeni. A sértett ekkor beszaladt a házának az udvarára, ahová az elkövető a baltával utána ment, miközben többször a sértett agyonütésével fenyegetőzött. Menekülés közben a sértett megbotlott a járda mellett lévő ágyás szegében és a földre esett támadója a földre kerülést kihasználva a baltával megütötte a sértett balvállát, majd a további támadást az utcában lakók megakadályozták. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló vérző sérüléseket szenvedett el. A főgyészség azért indítványozta a büntetlen erőéletű idős férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye, továbbá tekintettel a haragos viszonyra, és arra, hogy a gyanúsított a cselekmény követően olyan kijelentést tett, hogy csak azt sajnálja, hogy nem sikerült a sértetet elpusztítania, feltető az is, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt bűncselekményt véghez vinné. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását elrendelte.